Ismét adóság törlesztés következik, régóta ígértem már nektek egyrészt azt is, hogy fogok még foglalkozni Forma 1 a csatornán, másrészt azt is, hogy bemutatom nektek egy kicsit jobban a Renault új újfő... nem bocsánat, az Alpine új újfőnök... nem, az Alpin egyik új főnökét, Davide Briviot, ez következik most. Tere, és sok mindenre gondolkoztam azzal a kapcsolatban is, hogy esetleg mondjuk boncolgassam tovább azt, hogy milyen volt a Drive to Survive ebben a szezonban, vagy hogy jobban belemények abban, mondjuk, hogy én mit várok az új Form 1-es szezontól. De igazság szerint az előbbi túlzásnak éreztem volna azt követően, végül is nem olyan régen foglalkoztam még ugye egyáltalán azzal, hogy mi várható ebben a sorozatban az idén. A másik meg abból a szempontból kényes téma, hogy persze én szívesen beszélek Forma meg arról, hogy én mit gondolok mondjuk most azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet erőviszonyok tekintetében, akár itt a tesztek után. De nagyon őszinte akarok lenni, azért én eléggé koca módon figyeltem itt a Forma versenyeket az utóbbi években, úgyhogy olyan nagyon komoly szakértelemmel nyilatkozni itt ezekről a dolgokról nem is tudnék nektek. De egyébként is igazán okosak majd itt az első néhány utamot követően leszünk azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet az erőviszonyokkal, akkor lehet, hogy majd még én is foglalkozok velük egy kicsit. Viszont, hogy miért akarok David de beszélni? Egyrészt, mert óriási dolog az, hogy valakit a MotoGP-ből átsávítanak egy ilyen komoly pozícióba, ráadásul a Forma 1-be. Ehhez hasonló dolog nekem nagyon hirtelenjében, meg aztán mélyebben elgondolkodva sem jutott az eszembe. Hatalmas dolog, és igazából ebben az egészben az lesz az érdekes, hogy mi is lehet az, amit David de Breville tud adni majd itt az Alpinnak a Forma 1-ben mert egy olyan emberről beszélünk persze, akinek igen komoly sikertörténete volt a MotoGP-ben, ráadásul több különböző helyzetben is sikerült ugye világbajnoki címeket szereznie csapatfőnökként. Aztán, hogy ebből persze mit lehet áthozni a Forma az egy nagyon érdekes kérdés, de azért megpróbálom kisilabizálni. Első körben, amit Davide brivio mindenképpen tudni kell, az az, hogy ő világban a csapatfőnök volt egyrészt már a Yamahát irányítva, és annak idején Valentino Rossival és orhe Lorenzoval is. Ezt követően pedig tulajdonképpen a semmiből húzta fel a Suzuki-nak a MotoGP csapatát, amit aztán egészen világbajnoki címig vezetett. Ez is egy érdekes kérdés, hogy pontosan mit is ír Zsolámért tavalyi világbajnoki címe, de erre is térünk vissza kicsit később. Nézzük meg inkább azt, hogy egyáltalán honnan indult ez az ember, és hogy került a motorsportba, mert szerintem tanulságos és érdekes is az ő története hiszen volt neki köze azért már nagyon fiatalon a motorsporthoz, de nem igazán komoly szinten. Rivio Monsától nem messze született, úgyhogy nem is lehetett kérdés, hogy neki egészen kicsi gyerekkorától fogva nagyon közel állt a szívéhez az autó és motorsport, inkább a motorsport és a kétkerekű válfaja. Ő imalába járt ki nagyon sokat vévéputamokra, míg ott még rendeztek ugye, gyorsasági motoros világbajnoki versenyeket, aztán ő maga is elkezdett versenyezgetni, de igazán komoly szintre sem tudott eljutni, gyorsan rá kellett jönni igazából arra, hogy a tehetsége se nagyon van meg hozzá, és hát Ugye ez egy igencsak pénzigényes sportág. Aztán előbb elkezdett csak újságíróként tudósításokat írni, kisebb motocross versenyekről, ennek köszönhetően aztán később egy helyi motocross pályának lett a műsor közülője, és aztán odáig fajult ez a dolog, hogy hát az túlzás, hogy egyszer csak ott találta magát Fabrizio Pirovano mellett egy Superbike VB csapatban, de elkezdett egyre többet foglalkozni a gyorsasági motorsporttal is, először Pirovano egy sajtósa lett, aztán odáig fejlődött ez a dolog, olyan jól ment neki igazából ott a közös munka, hogy egyszer csak kinevezték mennek a csapatnak az élére. Először tehát egy privát Yamaha csapatot vezetett már a Superbike vb n így alakult ki igazából szoros kapcsolat Briviu és a Yamaha között, akik végül is úgy döntöttek, hogy a 2000-es évek elején átcsábítják őt a MotoGP-be, és ott vállalt aztán tulajdonképpen először olyan projektmenedzseri, aztán igazából csapatfőnöki feladatokat. Mondjuk, hogy a Honda a MotoGP-ben az, ami a Forma 1 a Ferrari. A Yamaha meg mondjuk, hát most sikeresség tekintetében nem aktuális azt mondani, hogy mint a Mercedes, de volt olyan időszak, amikor ez volt a helyzet. Vagy hát igazából akkor lettek ugye az újkorban megint sikeresek, amikor sikerült Valentina Rossi átcsábítani a Hondától. Óriási meglepetés volt, hogy ez az egész létrejött, mert ugye Rossi egymás után nyert a világbajnoki címeket, egyértelműen a honda volt a legjobb motor, akkor a mezőnyben a legtöbb pénzt ők költötték, ugye a MotoGP-ben ez sem lehetett kérdés igazából, de akkor miért jön el valaki ettől a csapattól? Azért, mert Rossi egész egyszerűen nem érezte megbecsülve magát. A Hondánál ugye az volt a filozófia, hogy a motor az első motornak köszöneti mindenki azt, hogy sikeres, és ő ennek az ellenkezőjét szerette volna bebizonyítani, megcáfolni, hogy ő tud világbajnok lenni más márkával is. Ez is benne van ugye Rossi könyvében, egy Szete Giberno például, hogy röhögött akkor, amikor ö, először megkérdezte Rosszitól, hogy valóban ott hagyja a honda és tényleg a yamaha fog -e versenyezni a következő szezonban. Ez volt abszolút akkor az általános felfogás a pedokban. Ez az a Davide Brivio vezényelte le, de egy dolog volt ugye egyáltalán az, hogy Rossit átcsábítsák, ugye komoly technikai fejlesztéseket kellett eszközölni akkor azon a motoron, akkor került kinevezésre a a Furusawa, ami a motorblokk fejlesztését illette, és hát akkor lépett előre nagyon nagyot ez az egész projekt együtt Rossinak, és neki is köszönhetően. A többi ugye történelem, Rossi rögtön az első versenyét megnyerte Velkomban a Yamaha-val, aztán meg sem állt a világbajnoki címig, és éveken keresztül aztán a Yamaha-val is megállíthatatlan volt a MotoGP-ben. Ami aztán az érdekes változást jelentette ugye az ő kapcsolatában, az, amikor megérkezett Jorge Lorenzo is. Ezt is le kellett menedzselni tulajdonképpen azért a csapatnál, hiszen hoztak egy olyan versenyzőt, aki egyértelműen egy nagyon feltörekvő tehetség volt, és aki viszont egyértelműen Rossi első számú riválisává vált eléggé gyorsan rögtön az első szezonjában. Lorenzo is világbajnok lett aztán a Yamahával, de az is elég egyértelmű volt, hogy ezt sokáig nem lehet fenntartani, és amikor Rossi bejelentette, hogy elhagyja a Yamahát és átmegy a Ducatihoz, akkor Brivio vele együtt távozott nem a Ducatihoz, vagy nem olyan formában nagyon előtte dolgozott a yamaha hanem tulajdonképpen Rosszinak az ilyen személyes brand manager -e lett, meg aztán elkezdte segíteni neki felépíteni azt a VR46 akadémiát, ami ugye most már nagyon sikeres, és hozza a versenyzőket egymás után a világbajnokságra, és egyre többen vannak ott most már ugye a MotoGP-ben is, akik Valentino Rossi szárnyai alól kerültek ki, de ez a kapcsolat ebben a formában sem tartott aztán sokáig, mert 2013-ban találta meg a Suzuki Davide Briviot, hogy kicsit tulajdonképpen építse újra a csapatukat. A suzuki ugye azt kell tudni, hogy akkor már több mint tíz éve, hát nem, hogy nem voltak világbajnokok, futamgyőzelemre esélyes motorjuk se nagyon volt. Azt követően, hogy elindult a négy ütemű éra a MotoGP-ben, ez ugye a 2000-es évek eleje. Onnantól kezdve nekik tulajdonképpen egyetlen futamgyőzelmük volt, az elsőben Chris Fermi sikerült Le gyernie. Egyébként meg a Suzuki esélytelen volt arra, hogy egyáltalán a közelébe férkőzzön a dobogóknak is, ezt is mondhatjuk. És aztán ezt az egész projektet úgy, ahogy volt elkaszálták, a Suzuki ki is szállt a GP-ből. És amikor megtalálták a japánok Davide Briviot, akkor tulajdonképpen egy ilyen üres papírral kellett kezdenie mindent és újraépíteni a csapatot, mert hogy azt megelőzően egyébként ugye egy angol cég, aki a Brit Superbike bajnokságban is versenyeztette a Suzuki-kat vezetésével, ők képviselték tulajdonképpen a Suzuki-t a MotoGP-ben, ők fejlesztették a motorjaikat is, de ezt az egészet most saját kézbe akarta venni a Suzuki. Viszont ebből következett az, hogy kellett tulajdonképpen egy európai telephely, ha úgy tetszik, ezt irányította Brivio, meg azért sok mindent fel kellett építeni Japánban is, hogy ez az egész projekt újra be tudjon indulni. Úgyhogy neki ezt kellett levezényelnie, és ez volt ebben a feladatban talán a legszebb az ő számára is, hogy az első hónapokban majd, hogy nem ilyen is kellett játszania, és magának kialakítani azt a csapatot, amivel dolgozni tudott. De hát aztán ugye ez olyan jól alakult, most nagyon rövidre vágom ezt a történetet, hogy tavaly ugye végül is világbajnoki címet szerzett a Suzuki a gp ben ezt azért értékén kell kezelni Zsoha, egy nagyon tehetséges versenyző, és ez volt egyébként a jellemző a suzuki -nál. Nem tudnak olyan pénzekkel dolgozni, mint akár a Honda, akár a Yamaha. Nekik folyamatosan tényleg fiatal versenyzőket, vagy alul pilótákat kellett szerzőtettünk erre. Volt nagyon jó példa a aki nagyon sokat segített annak idején ennek a projektnek a felépítésében. De például Maverick Vinyán is ugye. A suzuki nyert először futamot a MotoGP-ben. Zsámír tavaly világbajnok lett, de egy olyan szezonban, amely azért rengeteg furcsaságot hozott magával, és amelyben ugye a legjobb versenyző, ezt azért ki kell mondani, Márk Márkez nem tudott ott lenni a mezőnyben. Ezzel együtt persze egy világbajnokságot meg kell nyerni, meg ott kell lenni, meg be kell gyűjteni a pontokat, ott kell lenni a dobogón a versenyeken, de az biztos, hogy ebből a szempontból a tavalyi világbajnoki cím ezért lesz ilyen idézőjeles vagy csillagos, mert már nem volt ott a mezőnyben, akárki akármit mond, szerintem azért Miris is persze büszke arra, hogy világbajnok, de akkor lesz igazán büszke magára, ha már ezt is sikerül majd megvernie szemtől szemben valós versenyben, ha egyáltalán mondjuk már fogjuk még látni újra teljes értékű versenyzőként a MotoGP-ben, mert jelen pillanatban ez is egy nagyon érdekes kérdés. Szóval világbajnokot csinált Brivio a Suzuki-ból, meg uh, Joan Mirből, de azért tényleg uh... Mondjuk, hogy ez olyan 90%-os sikernek értékelendő szerintem, de az egy elvitatatlan érdem Bridiótól, hogy két évtized után, ugye Kenny Roberts Jr. volt az utolsó, aki világbajnoki címet tudott szerezni még annak idején a Suzuki-val, ismét világbajnoki címet hozott ennek a márkának. Említettem ugye, hogy neki tulajdonképpen egy ilyen két laki életet kellett megszerveznie a Suzuki élén összekötve a japán céget az Európában dolgozókkal, és valami hasonló lesz az, amiben elsősorban talán az ő tapasztalatára szükség lesz a renault hiszen ugye ők Franciaországban készítik a motorblokkokat, viszont van a bázis, ahol meg az autó maga épül. Ezt a kettőt is kell neki összehangolnia. Ugye hivatalosan azt hiszem neki Racing Director versenyigazgató a titulusa, és ugye nem is egyedül lesz a csapatnak a főnöke, hogyha úgy tetszik, hanem Mácsi Budkowskivel együtt jelentenek majd Loran Rosszinak, aki az Alpin főnöke eléggé franciás megoldás, és talán egy kicsit jobban is túl van bonyolítva a kelleténél, hogy ez hogy fog működni, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Butkovszki ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy neki abban jelentett például nagyon nagy segítséget, hogy neki elsősorban már, mint Butkovszkinak majd a technikai dolgokra kell figyelni, és az sem kizárt, hogy mondjuk a szezon második felében ő már jó néhány futamra el sem fog utazni. Úgyhogy Brivio feladatai, amellett, hogy itt a két lak életet szervezi, Elsősorban arra koncentrálódnak majd, hogy ott a versenypályán zajló életet és munkálatokat elősegítse hogy mennyi feladata szerepe lesz mondjuk majd itt már versenytaktika kitalálásában, meg hasonló dolgokban, ez az, ami a legérdekesebb szerintem ebben a történetben. Hát... Azért ez a kettő nagyon nem ugyanaz szerintem a MotoGP-ben és a Forma 1-ben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog kinézni. Ami viszont biztos, hogy David Brivio bizonyított, egy sikeres csapatfőnök, és egy nagyon jó forma, egy végtelenül szerencsával, és ezért is szerettem volna róla beszélni egy kicsit itt ezen a csatornán, mert nekem nagyon a szívemhez nőtt, már a MotoGP-ben is annak idején nagyon nehéz dolgokat kellett tényleg áthidalni, hogyha csak itt erre a Rossi Lorenzo csatára, meg a közéig húzott falra gondolok bent a boxában. De ezeket a tület megoldotta, és soha egyetlen feszült szó csúnya kifejezés, sem nem hagyta el a száját. Egy nagyon nyugodt, nagyon laza fazon, és szerintem lesznek nekik majd nagyon jó pofa interjúi már Forma 1-es kvázi csapatfőnökként is ebben a szezonban. Ennyit gondoltam volna itt első körben a videó de természetesen, hogyha bármilyen kérdésetek van vele kapcsolatban, egészen nyugodtan tegyétek fel a kommentek között, igyekszem megválaszolni majd őket, és azzal kapcsolatban is várnám a véleményeteket, ötleteiteket, hogy mondjuk tőlem milyen Forma jellegű tartalmakat látnátok szívesen majd még itt a jövőben a csatornán, mert tényleg egyébként szívesen foglalkoznék vele, amennyire a figyelmem, szaktudásom erre lehetőséget ad majd a továbbiakban. Azzal kapcsolatban tehát konkrét ígéretet nem mernék tenni, hogy mikor lesz legközelebb videó, a csatornán az viszont biztos, hogy indul az MLB szezon a jövő héten, úgyhogy azzal mindenképpen fogok foglalkozni, hogyha erről nem szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, amit külön megköszönök, ahogyan azt is, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!